Köszöntöm nézőinket! Önök Bonyhádi naplunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. 15 hektáros területen bővíthetik a Bonyhádi Ipari Parkot. Az újabb csarnokok építésével kapcsolatban felhívást tett közzé az önkormányzat. Azon vállalkozások jelentkezését várják, akik a Bonyhádi iparterületre történő betelepülést tervezik, és vállalkozásuk termelési szolgáltatási kapacitását, munkavállalói létszámát megtartani vagy növelni szeretnék. Jelentkezésüket elektronikus úton adhatják be március 31-ig, kész üzleti tervvel, valamint területigénnyel. Ezen a most még zöld, 15 hektáros területen épülhetnek az újabb ipari csarnokok Bonyhádon. A nemrég átadott ipari park épületeire nagy volt az igény és az érdeklődés, úgyhogy a városvezetés a további bővítés mellett döntött. Bonyhád város önkormányzata felhívást tett közzé, annak érdekében, hogy itt a mellettem, illetve mögöttem látható területen a közeljövőben, néhány éven belül újabb ipari csarnokok létesülhessenek, új vállalkozások tudjanak letelepedni, illetve akár meglévő vállalkozások új telephelyeket létesíthessenek. Azt gondolom, hogy a helyi gazdaság fejlesztésről, egy önkormányzati szerepvállalásról, hogy mennyiben van szerepe az önkormányzatoknak a helyi gazdaság fejlesztésében, arról nagyon megoszlanak a vélemények, sokan sokféleképpen gondolják ezt, de talán az már vitathatatlan, hogy az önkormányzatoknak igenis szerepet kell vállalni abban, hogy ez megerősödjön, és segítsük egymást, hiszen közösek a céljaink, és ahhoz, hogy ezeket a sikereket elérjük, és a célokat közösen megvalósítsuk, ahhoz alapvetően egy jó együttműködésre, egy jó partneri kapcsolatra van szükség, és olyan megalapozott tervekre, amelyek a sikert szerintem előre vetítik. Együttműködésben, partneri kapcsolatban úgy gondolom, hogy Bonyhád város önkormányzata nem van szégyent, hiszen hosszú évek óta folyamatosan igyekszünk, és arra törekszünk, azon dolgozunk, hogy az itt működő vállalkozásokkal jó partneri kapcsolatot alakítsunk ki. Sajnos a mai járványhelyzet ezt is nagyon megnehezíti, de azért teljesen nem lehetetleníti el. Nagyon sok példát tudnék erre mondani, de talán a legutóbbi az a mögöttünk látható Bonyhádi Ipari Park Kft. Sikeres projektjének az ünnepélyes átadása volt, amelynek köszönhetően újabb cégek telepedtek le a városunkban, új csarnokok létesültek, természetesen ezáltal új munkahelyeket is teremtve, illetve ma már az is nagyon fontos, hogy a meglévőket is meg tudják tartani. Éppen ezért egy felhívást tettek közzé az önkormányzat honlapján, amely olyan vállalkozásokat szólít meg, akik szeretnének élni az ipari park bővítése adta lehetőségekkel. Ahhoz, hogy a jó partneri kapcsolaton túl megalapozottak legyenek azok az elképzelések, amelyeket mi a Városházán elgondoltunk, ahhoz ismerünk kell és tudnunk kell azt is, hogy a helyi vállalkozások mit szeretnének, ők miben gondolkodnak, hogyan tudjuk segíteni, erősíteni egymást. Ezért tettük közé a felhívást, hiszen az önkormányzat tudja nyújtani a területet, ami a város tulajdonában van, illetve bízom abban, hogy majd olyan pályázatoknak köszönhetően, amelyek hamarosan megjelennek majd az önkormányzatok számára, az iparterületünket tovább tudjuk bővíteni, és olyan infrastruktúrát tudunk kialakítani, amely ezeknek a betelepüléseknek a javát szolgálhatja. És ahhoz tudnunk kell, hogy ők mit terveznek, mekkora területükre van szükségük, egyáltalán milyen elképzeléseik vannak, ezért tettük közé ezt a felhívást, amely egész március 31-ig várunk az önkormányzat címére beküldeni egy szándéknyilatkozattal és azzal a tartalommal, hogy konkrétan mit szeretnének itt megvalósítani. Egyelőre most az adatgyűjtés és igényfelmérés folyik. Ezt az önkormányzat áprilisban összegzi. De Filóné Ferenci Bolya azt mondja, 15 hektáros területtel rendelkeznek, így elég hely van az iparterület bővítésére. Már az elmúlt héten is számos jelentkezőt tartottunk nyilván, akik megkeresték az önkormányzatot és jelentkeztek a felhívásunkra, de várjuk még a továbbiakat is, és azt követően tudunk leülni közösen velük együtt tervezni, hogy akkor pontosan milyen területelosztással és hogyan valósíthatjuk meg ezeket a terveket. Mi is bízunk olyan pályázatban, amivel az infrastruktúrát ki tudjuk alakítani, és természetesen a vállalkozások számára is várható az év során, talán már a nyár elején olyan ginopos felhívás, amelyekkel a telephelyeiket meg tudják valósítani. Sokan kérdezik, hogy miért jó az nekünk egy átlag városlakónak, hogyha itt épülnek ezek a csarnokok és munkahelyek vannak, bár azért az is nagyon fontos, hogy az itt lévő családok megélhetését tudják biztosítani ezek a vállalkozások. Gondoljuk azt végig, hogy ezzel szélesedik az adóalap, amivel a befizetett adójukkal hozzájárulnak a közöshöz, és ez a közösségi kiadásoknak a felhasználása
az sokkal szélesebb körűvé válik. Hogyha egy város több lábon áll, és nem csak külső forrásokra bízik, hanem saját maga is meg tudja teremteni azokat a javakat, amiből fejlődhet a város, amiből utak, járdák épülhetnek, és a közintézményeinket tarthatjuk karban is fenn, az mindnyájunk közös érdeke. Jelentkezni 2021. március 31-ig elektronikus úton lehet az info@bonyhad.hu e-mail címen. 3 év alatt közel 400 millió forintból újul meg a várajai tábor. A bonyhádi önkormányzat az ingatlan tulajdonosa még 2018-ban kezdte meg a terület korszerűsítését, ami idén is folytatódik. 3 kisházat építenek újjá. Köllő Roland, a várajai ifjúsági tábor igazgatója azt mondja, időszerű volt az 1977-ben épült tábor modernizálása. Lambériázzák a várajai ifjúsági tábor egyik házát a munkások. Jelenleg több épület felújítása zajlik a Mecsek keleti lábánál található területen. Köllő Roland a várajai ifjúsági tábor és a várajai bakancsos házak üzemeltetőjének, a Bonyhádi Sportcentrumnak az igazgatója azt mondja, 3 éve zajlik a felújítás. 2018-ban közel 332 millió forintból korszerűsödtek a vizes blokkok, valamint az ebédlő épülete, ami fedett terasszal és napelemmel bővült, valamint modern játékokat is telepítettek a területre. 2021-es városi költségvetés elfogadásakor a testület döntött arról, hogy a várai ifjúsági táborban a 3. ütem műfelújítás fog megvalósulni. Ugye a 3. ütem az azt jelenti, hogy 2021-et érünk, és 3 10-fős ifjúsági szálláshely házikót fogunk felújítani, ugyanúgy, ahogy tavaly is felújítottunk 6-ot. Az körülbelül 35 millió forintba került, ez az idei felújítás pedig nagyjából ilyen 20 millió forintos beruházás lesz. A várai ifjúsági tábor fejlesztése 2018-ban kezdődött, amikor is mindegy 330 millió forintos beruházás valósult meg. Teljesen megújul a táborunk. Sajnos ugye ez régen lett felújítva a tábor, és egy ütemben nem lehet ezt megvalósítani, és nagyon sok pénz kellene hozzá. Ezért a képviselőtestület mindig ilyen apró lépésekben évenként újítja fel az éppen aktuális házakat. Ez egy kimondottan jó dolog, hiszen Bonyhád környéki, sőt most már azt lehet mondani, az egész országból jönnek hozzánk vendégek. Időszerű volt az 1977-ben épült házak felújítása, tette hozzá Köllő Roland. Az idei felújítás az annyit jelent, hogy a mögöttünk lévő 3 házikót teljes mértékben felújítjuk kívül és belül is. Belül új dizájnt is kapnak ezek a házak, és kívül is teljesen a mai kornak megfelelően fognak ezek kinézni. Teljesen új villamos hálózat alakul ki, új lesz a tető, fűthetővé válnak ezek a kis házak. Most már sokan járnak hozzánk, és sokan is ismerik, aki idejön, körülbelül tavasztól őszig, ez mindenki elámul azon, hogy milyen szép helyen fekszik, és hogy milyen komfortosak ezek a házikok. Már előrefele tekintünk egyébként, hiszen a felújítások sora talán jövőre befejeződhet, hogyha a város költségvetése is úgy áll. Ez azt jelenti, hogy marad még 3 házunk, 2 nevelői ház, illetve egy foglalkoztató épület, ami még felújításra szorul, hogyha ezzel kész vagyunk, akkor gyakorlatilag teljesen megújult az egész tábor területe. A táborban 9, egyenként 10 férőhelyes házakban ifjúsági táborok és erdei iskolák résztvevői szállásolhatóak el. Elmaradt nyílt napok, gyerekek nélküli iskolák. Ez jellemző jelenleg az oktatásra országszerte. Közeleg azonban a beiratás határideje. Mégis hogy tudja a szülő eldönteni, melyik iskola lenne a legmegfelelőbb gyermeke számára az elkövetkezendő 4, 6 vagy 8 évre? Következő összefoglalónkban 2 bonyhádi általános iskola beiratkozási feltételeit is megmutatjuk. általános.pslg.hu Ezen az oldalon regisztrálhatnak be azok, akik a bonyhádi Petőfi Sándor általános iskolába szeretnék tanköteles gyermeküket beiratni. A regisztráció gombra kattintva meg kell adni egy e-mail címet, majd értelemszerűen végigmenni a pontokon. Be kell írnunk a gyermek nevét, születési helyét, születési idejét, hol lakik a gyermek, melyik óvodába jár, édesanyja neve, egy elérhetőség, meg kell majd keresnünk, ugye nyilván azért, mert tudnunk kell, hogy mi a körzeti iskolája a gyereknek. És hogy miért van erre szükség? A mi általános iskolánk, a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, nem egy körzeti iskola, tehát nem
kötelező beiskolázási iskola. Ez azt jelenti, hogy hozzánk regisztrálnia kell annak, aki szeretné a pici gyerekét hozzánk beiratni első osztályba. A regisztrációs lap kitöltése alapján április 15-16-án végül az igazgatóúr döntése alapján fogjuk beiratni ezeket a gyerekeket, és a szülőket e-mailben megkeressük majd. Ha valakinek nincs arra lehetőség, hogy elektronikus úton, módon valósítsa ezt meg, természetesen lesz arra lehetőség, ha csak nem tiltják meg, hogy akkor az iskolába bejöjjenek és személyesen is ezt elvégezzék, illetve adunk meg telefonszámokat is, amin lehet keresni az iskolát. Nagyon fontos, hogy a regisztráció során a szülők azt is kiválasszák, hogy kétnyelvű német nemzetiségű vagy emelt szintű angol osztályba szeretnék iratni gyermekeiket. Most látjuk, elég sokan regisztráltak már, hogy az angolos csoport az felfutóban van, tehát sokkal többen iratkoztak be idén angolra, mint eddig. Úgyhogy ennek fényében egy véglegesítéssel kész is van regisztráció. Annyi, hogy van egy lehetőség a végén bizonyos véleményt, kéréseket megfogalmazni. Ennek örülünk, hogyha ezt megteszik a szülők, ezeket a kéréseket, esetleges kéréseket mindenképpen figyelembe vesszük. Hát mi mindenképpen szeretnénk három osztályt indítani, mint az előző években, és én bízom benne, hogy ide nem kell senkit elutasítani. A Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolánál még ennél is egyszerűbb a helyzet. A dátum, amire nagyon készülünk, az április 15 és 16-a. Ezen a két napon lehet Magyarországon az általános iskolákba jelentkezni, teljesen függetlenül attól, hogy volt-e előregisztrációja egy iskolának vagy sem, mert egy ilyen előregisztráció az nem jár semmilyen kötelezettséggel a szülő részéről. Ezen a két napon reggel 8-tól este 7 óráig fogjuk várni a telefonokat, hogyha valakinek szüksége lenne segítségre, de ugyanúgy, ahogy a tavalyi évben, idén is a Kréta rendszeren keresztül elektronikus úton is be tudnak a szülők majd iratkozni iskolánkba. Ebben az esetben, ha ezt az utat választják, akkor a szükséges dokumentumokat, azokat elegendő majd csak a szeptemberben behozzák a suliba. 3, 22 és 25 fős osztályokat szeretnének idén indítani. Straubinger Edit úgy véli, ezek az ideális létszámú osztályok. Novemberben indítottunk egy programsorozatot az óvodásoknak, illetve a lendő elsős szülőknek. Ezekben elsősorban a gyerekeket szólítottuk meg. Szerettünk volna valami kézzel fogható játékos sorozatot kitalálni nekik, és akkor így jött a Mesevár programunk. Ez egy ilyen hétfordulóból álló kis feladatsor volt, ahol 2-3 hetente vittünk a gyerekeknek feladatokat. Személyes érintettségem is van a dologban, mert elsős tanítónéni leszek, úgyhogy nagyon magaménak éreztem ezt az egész sorozatot, és aktívan ki is vettem a részem ebből. Elég sok gyereket sikerült ezzel elérnünk, mert körülbelül 75-6 gyerek volt az, aki valamelyik fordulóban legalább egyszer részt vett, és hát nagyon sokan pedig az összesen, úgyhogy azt hiszem, hogy ezek árulkodó jelek is lehetnek, hogy ki az, aki biztosan hozzánk jön majd. A gyerekeken kívül a szülőknek is szerveztek különböző online programokat, ahol bemutatták az iskolát, vagy épp a leendő elsős tanítókat. Ezeknek a célja az volt, hogy segítsük a szülőket egy picit az iskola választás során felmerülő gondolataikba. Azt gondolom, hogy bármelyik programról is beszélünk, akár a gyerekeknek szóló, akár a szülőknek szóló, mindegyiket hasznosnak véljük, vagy ítéljük meg így utólag, mert mindig lehetőséget adtunk arra, hogy feltegyenek kérdéseket, amik úgy bennük közben felmerültek, vagy nagyon foglalkoztatják őket, és mindig érkeztek ilyen kérdések, úgyhogy azt gondolom, hogy sikerült megnyugtatnunk őket. Tulajdonképpen ezen a két napon, hogy aztán jöhetnek-e a szülők, vagy sem hozzánk, ezt még nem tudjuk, ugye ez még majd a járványtól függ. Ami biztos, hogy egy telefonos segítségkéréssel nagyon könnyedén el lehet navigálni a szülőket ezen a felületen. Ez egy viszonylag könnyű alapadatokat kérő felület, tavaly is használtuk már. Azt gondolom, hogy jól megoldották a szülők, és nem okozott gondot néhány családnak kellett, csak segítsünk. Körzetes iskola révén nekünk minden olyan gyermeket kötelességünk felvenni, aki vagy a településünkön lakik, vagy a beiskolázási körzetünkbe tartozik. Itt a Bonyhád környékén lévő több kis településről is beszélünk, ahol nincsen iskola. Illetve nagyon sok olyan gyerekünk van, és várunk most is olyanokat, akik pedig a tesóik miatt jönnek már hozzánk, hiába van a településükön általános iskola. Úgyhogy igazából mi egy nagyon vegyes társaság vagyunk,
lehet ilyet mondani. Ráadásul, még ha a nemzetiségeket is nézzük, akkor azzal is dicsekedhetünk, hogy nagyon sokféle nemzetiségű gyerek jár hozzánk, úgyhogy nagyon színes társaság alakul itt ki minden évben. Az intézmények a pandémia ellenére igyekeztek tájékoztatni a szülőket és segíteni őket a helyes döntésben. A választásig mindössze 4 hetük maradt. Egy kifejlett gímszarvas súlya elérheti akár a 250 kg-ot. Mégis egy rendkívül félénk állat, mondja Szőcs Balázs, vadfarm tulajdonos. A majosi gazda hosszú évek óta foglalkozik vadtartással, az állatok iránti szeretetét még gyermekkorából hozza. Közel 8 éve jött létre az a Bonyhád Majoson található vadfarm, amely több mint 50 gímszarvasnak ad otthont. Szőcs Balázs, a vadfarm tulajdonosa azt mondja, már gyerekkora óta állatokkal foglalkoztak, azonban idővel valami különlegesebbre vágyott, így jött az ötlet, hogy a vadtartással is megpróbálkozzon. Ez a terület, ez egy nádas, mocsaras terület volt, amit először lecsapoltunk, majd bekerítettük, és 7-8 éve az első vadállományt betelepítettük. Először vaddisznókat, 26 kocával kezdtük a tenyészetet, majd a sertéspest is, illetve a jogszabályi változások miatt ezt a részleget lecsökkentettük, jelenleg csak 6 kocánk van, de emellett párhuzamosan a gímszarvas állományunkat betelepítettük, és most már jelenleg 50-55 gímszarvassal tevékenykedünk. A család életében mindig is központi szerepet játszott az állattartás. Régebben marhák voltak, házi disznó, így az állat szeretete és az állattartás az mindig is közel állt hozzánk. Maga a vadfarmot egy mezőgazdasági földút mentén található, így az ide látogatók, akik sűrűn vannak, azok sűrűn jönnek és nézik is, főleg hosszú étvégeken, illetve amikor jobb idő van. Változó az idő, reggel mindenféleképpen etetés, van egy fő alkalmazottunk, aki a napi feladatokat ellátja, illetve mellette vannak a szántóföldi kultúrnövényeknek és kaszálóknak a kezelése. Ez az én feladatom. Van, aki bejelentkezik, szól, de nagyon sokan járnak erre. Turisták, kutyasétáltatók, akár csak futók, terepfutók, nagyon sokan jönnek erre. Mind a környező településekről, mind messzebbről. Bár egy kifejlett gímszarvas súlya elérheti akár a 250 kg-ot, mégis egy rendkívül félénk állatról beszélhetünk, mondja a gazda. Gímszarvas bika az az első évben még spíszer, akkor csak egy villásagancsot, vagy csak egy dárdásagancsot rak, és utána évről évre egyre nagyobbat. A szabad területen 15-16 kilónál nagyobb agancsot nem raknak, itt zárt térbe 15-20 kilós agancs sem ritka. A gímszarvas az egy kényes állat, stresszes állat, nagyon vigyázni kell velük. Mi az állatokat altatásmentesen kezeljük, nem bódítjuk, nem altatjuk őket. Van erre egy befogó épületünk, befogó ketrecünk, abba kezeljük őket vérvételtől kezdve vitamininjekciókig, bármit abba el tudunk látni, tehát stresszmentesen teljesen tudjuk őket kezelni. A gímszarvas csoportokban él, napközben rendszerint védett helyen pihennek, este indulnak táplálkozni. Legelő állatfaj, táplálékát nagyrészt lágyszerű növények teszik ki, de tavasszal a bokrok és fák rügyeit is szívesen fogyasztja. A természetben körülbelül 12-15 évig, zártéri körülmények között akár 20 évig élhetnek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!